innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. No kérem, 250 000 forintot is lehet egy diódiploma munkával az STNH-nál szerezni, hogy ennek mi a lényege. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettese van a vonal túlsó végén, hogy ezt megbeszéljük. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Szia, jó reggelt! Na, hogy is van ez, hogy egyrészt oktatásbéli kötelezettségemet is teljesítem, másrészt még pénzt is keresek vele? Bezzeg a mi időnkben, ilyen nem Igen, ez egy jó kis kombináció, de egyébként lehet, hogy a te idődben is volt már, mert kb. 20 éve csináljuk ezt a diplomapályát. Én ennél sokkal, de sokkal igen. Öregebb vagyok. Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Szóval az biztos viszont, hogy 11 éve újítottuk meg, és azóta egyébként egy teljesen új formában működik, olyan módon, hogy gyakorlatilag saját diplomamunkával lehet pályázni, vagy pedig egy olyan diplomamunka, ami nem kifejezetten szellemi tulajdoni vonatkozású, hanem bármely más terület, akár településfejlesztésről is kaptunk ilyet, tanárképző főiskolások részéről is. Tehát a lényeg az, hogy egy saját dolgozat, megírt dolgozat, az, ami nem teljesen szellemi tulajdoni témájú, egy kiegészítő dolgozat, 10 oldalas kiegészítő dolgozattal is lehet jelentkezni, és ezt követően tudjuk mi elbírálni, és akár 400 000 forintot is adni a győztes pályázóknak. Mi a célja ennek az egésznek? Azon felül, hogy megmozgassa az ifjúság fantáziáját. Hát nyilván ez egy önös érdek is, abból a szempontból, hogy terjesszük a szellemi tulajdonnak a jelentőségét. Érdekes, mert olyan dolgozatokat is tudunk kapni, amik egyébként a mi szakmai épülésünket, tehát a szakmának az ismereteit is tudják javítani, és persze nyilván az is egy cél, hogy az egyetemeken minél többen érdeklődjenek a téma iránt. Szerencsére úgy néz ki, hogy azért vannak sikerek, idén már 3-szor annyian jelentkeztek az online képzéseinkre, mint az előző év hasonló időszakában, és persze ez a fajta szakdolgozati téma, ami akár lehet szabadalmi, tehát találmányokhoz kapcsolódó, szerzőjogi, vagy a szellemi tulajdon gazdasági aspektusai, védjegyjogi, akár eredetvédelmi témájú is, szóval ez mind azt szolgálja, hogy a hallgatók lássák azt, hogy a mindennapi életnek mennyire része a szellemi tulajdon, és hogy mennyire fontos ennek az oltalmazása. Ezek csak példák, amiket említesz, vagy kötött, hogy milyen kategóriákban lehet beadni ezeket a dolgozatokat? Kötött egyébként öt témánk van, amik természetesen kapcsolódnak a szellemi tulajdonvédelemhez, amiket az előbb is említettem, találmányok, vagy pedig árujelzőknek az oltalma, de egyébként nem merült fel az sohasem, hogy valamely téma annyira kilógott volna ebből az öt kategóriából, hogy ne lehetett volna benyújtani. És aztán egyébként a 250 000 forint mellett a második díj is, azt gondolom, hogy elég jó 200 000 forint, és a harmadik is 150 000 forint jutalmat tud jelenteni, és minden részvégén kap egy komoly csomagot is, ilyen könyv és egyéb szakmai ismeretterjesztő anyagok, úgyhogy az érdeklődés emiatt hál' Istennek van, és reméljük, hogy idén is sokan fognak majd jelentkezni. Megelégedtek az írásos formával, egy ilyen dolgozati formával, vagy itt is van azért egy ilyen szóbeli, ilyen kisebb védésszerű része ennek a... Alapvetően megelégszünk azzal, hogy egy dolgozatot kapunk, viszont az nagyon fontos, hogy egy konzulenst adunk egyébként a téma választóinak, akármely egyetemről érkezzenek, és ezek a konzulensek végig tudják őket vezetni az adott témán, és ami még egy talán jó lehetőség, hogy egy olyan fajta képzésben is részt tudnak venni, ami egyébként egy költségtérítés ellenében igénybe vehető képzés, ezt is a pályázók meg tudják kapni a hivataltól, és tud egy olyan általános hátteret adni nekik, ami a konzulenssel kiegészülve egy elég jó specializált dolgozatot tud eredményezni. Egyébként ennek a szakdolgozatnak a részének kell lenni? Mert mondjuk én írok a Holstein Fries tehelylő marhák tejtermelésének alakulásáról az ókortól napjainkig címen egy dolgozatot, és ennek egy fejezete, vagy jó, ha ennek kapcsán elgondolkozom azon, hogy ezeket a kutatási eredményeket hogy lehet levédetni? És akkor ez egy külön munka, külön dolgozatban.
Igen, ez nagyon jó tisztázó kérdés. Kétféle lehetőség is van. Az egyik az az, hogyha valaki kifejezetten akár jogászként, közgazdászként a szellemi tulajdonnal foglalkozik, vagy ennek a gazdasági vonatkozásaival, akkor az esetében valószínű, hogy kifejezetten a dolgozat is egy ilyen célú. Mondjuk kaptunk olyan dolgozatot, ami a filmes szerzőjoggal kapcsolatos, vagy akár a borok eredetvédelmével kapcsolatos. Itt az egész dolgozat szellemi tulajdoni témájú, de lehetséges olyan is, hogy egy egyébként valaki a szakterületén megírt szakdolgozathoz kapcsolódóan ennek a szellemi tulajdoni vonatkozásait vizsgálja. Itt volt olyan dolgozat, ami például egy településfejlesztési tervnek, vagy egy szoftveres alkalmazásnak a szellemi tulajdoni aspektusait vizsgálta. Nyilván ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy valaki kitekintve a saját szakterületéről lássa azt, hogy egyébként, hogyha meg akarja védeni azt a megoldást, amit mondjuk egy szakdolgozat megírása során kitalált, akkor ezt is el tudja tenni, és el tudja vinni magával a későbbiekben a szakdolgozat mellett. Azt tudjátok kezelni, hogy a végzős, tehát két végzős időszak van ugye a keresztfél évesek miatt? Azt tudnak-e valamit kezdeni ezzel a... Igen, tehát kétszer is várjuk a dolgozatokat, aha, a tavaszi és az őszi időszakban is, úgyhogy a mostani aktuális meghirdetésünk az december 5-ig várjuk a jelentkezéseket, és márciusig van mód leadni a dolgozatokat, és a második, tehát a keresztfél éves esetben is tudjuk fogadni a dolgozatokat, úgyhogy kezeljük ezt az átmenetit. Ez valami honlapon, landing page-en keresztül, vagy van egy e-mail cím, mit mondhatunk itt most a hallgatóknak, hogyha... Igen, van egy újvári diplomadíj@hipo.gov.hu címünk, ahova tudjuk fogadni a jelentkezőket, de egyébként a honlapunkat is érdemes meglátogatni, ez az stnh.hipo.gov.hu, ott is vannak további információk, és a kollégáim egyébként telefonon is rendelkezésre állnak, úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezőket. Jó, hát reméljük lesz minél több. Szűrik-e a copy-pasztelő szakmunkásokat? Oh. A pályázat során. Mert ez nagyon furcsa kérdés a tulajdon nemzeti hivatalánál, és azért diplomamunkák esetében hallani ilyen csúnya. Néha, igen, előfordul. Igen, előfordul. Mi külön, én azt gondolom, hogy ilyet nem vizsgálunk a kollégákkal, de egyébként ugye, mivel ezek oktatási intézményekhez benyújtott dolgozatok, szerintem ott azért kezelik ezt a helyzetet. Úgyhogy mindenkit kérünk ezúton is, hogy még akkor is, ha nem nyújtja be hozzánk, és csak egyébként szakdolgozatot ír, hogy a hivatkozásokra és az egyéb szerelőtörő aspektusokra ügyeljenek. Úgyhogy köszönjük a felvetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen meg a beszélgetést. Szép napot kívánunk. Szervusztok, viszont hallás. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesével váltottunk pár szót, egy nagyon kiváló kis pályázatról, ugyanis 250 000 forintot is érhet a diplomamunka az STNH-nál. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.